Aj! Csapó! Igen, Mózes. Milyen érzés itt lenni ezen a forgatáson? I don't want to be here. Okay, thank you. Légy szíves, csoszogjál át ott a színen, nem arra más, így mutatom a fejemmel, Regina mögött. Hogy, jó. Jó napot kívánok. Jó. Jó, tanulunk. Még nem is ismerik magukat, hadd ismertessem össze. Igen. Kosztyanti Dimitrics Levin, Gróf Alexei Kirilovics Bronszki. Idén télen, úgy rémlik, egy ízben együtt kellett volna elvételni, de váratlanul fordra utazott. Á, igen, Kosztyanti Dimitrics megvetni és gyűlöli a várost és bennünket, városiakat. Igazán. Jaj, te jössz? Hát igen, egyszer kell mondjam, hogy igazán hízelt. Igen. Jaj, igazán kézegű brutó négyen. Nem tudom, nem próbáltam huzamosabban. Furcsa tapasztalatom van erről. De csak hogy egy kicsi oldalra. Nem vagyok benne az. Nem vagy benne? Tényleg nincs. Nem, hát, nem lehet ki oldalra. Nincs benne. Nem lehet ki... Hát most teljesen kint, hát így benne van. Igen. Nem lenne jobb, ha egy kicsit onnan sléget, tehát onnan Mózes lábától filmezd. Egy picit arrébb ülök. Nem, mert itt lesznek közelik is, tehát nyugi, mert ez a totálunk, ami viszont egész kellemes. Nem jött még a bácsi? Az embernek van átkulancsága, nem. De én magamban sem alakozom. Nem tudom, hogy hogy mozogjon. Jó, figyelsz, akkor kezdjétek. Jó, én elindítottam úgy, hogy ne mozogjon. Akkor mondunk egyet, hogy egy, csapó, egy. Kosztyantyin Dimitrics megveti és gyűlöli a várost és bennünket, városiakat. Ja. Nem, csak azon gondoltam fel, hogy miért mondod ezt. Most mondod ezt, hogy a szavai nyilván. Igen, tudom, de, hogy okay. Te úgy mondtad, mint egy kérdés. Jó, de ő intrikus, tehát lehet menni egy ilyen kis... Igen, de közben kell, hogy rám súly is. Mert ha nem így, azt hittem, hogy belebeszélsz. Tehát ugyan bunyolódsz vele folyton. Oké, akkor csapó. Kettő, egy, kettő, három. 39. Ha az embernek megvan az elfoglaltsága, nem. De én magamban sem unatkozom. Jó. Csapó 7. Kosztyantyin Dimitrics megveti és gyűlöli a várost és bennünket, városiakat. Igazán hízelgő grúp, hogy mindig észbe tartja szabad. Nagyon jó, hogy visszadobtad a... Nem tudom. Nem próbáltam húzamosabban. Jó, álljunk meg egy picit, bocsánat, a bennünket így jó volt, és arra kérlek, hogy ezt a polémiát, ezt kövesd. Tehát ő beszél, ő beszél, ő beszél, ő beszél, és utána rácsapsz. És utána rácsapsz, jó? Tehát ezt mindenképpen kövesd, és lecsapsz a lehetőségre. Feladták neked a labdát, mert megint te jössz. Tehát mindig te jössz, csak meg kell várnod, hogy mikor jössz, azért figyelsz rá. Jó. Jó, tehát ezt nem heves fejmozdulattal, csak egy ilyen nagyon finom mozgással. Jó. Érted? Ott vagy, és egy picit fordulsz rá, Te onnan fordulj rá, légy szíves. Úgy. Még egy picit rá. Úgy. Kiki, te mindig követed a beszélőket, mert te... Sajnos. Te meg kevergeted a cuccodat, és mi az van? Érzi a sót. Mi van? Mit csinálnak ezek? Érdekel engem, nekem ott van a teám, kész. Mint a teám? Ez csak egy kis
csak így szép a cipőn. Ja, közben meg megy a... Tehát maga a gróf, remélem nem nyugodna be, hogy folyton falun éljen. Nem tudom, nem próbáltak huzamosabbat. Furcsa tapasztalatom van erről. Jó, ez így jó lesz. De éppen ott, különös élességgel, emlékeztem Oroszországra is, különösen a falura. Olyanok ezek a faluk. Itt el kell várni. Jó, akkor itt megállunk, figyelj! Sehol se vágyottam úgy a falu, ami bocskoros, muzsikos orosz falvény után, mint amikor egy teret anyuskámmal nézem. Jó, nincs semmi baj. Ezt tudja, nézze már önmagával is unalmas. Nápoly, Sorrento is csak egy kis időre szép. Éppen ott, különös élességgel vágyottam Oroszországra, és különösen a falura. Olyanok ezek a falok, mint a... És elrontottam. Nem rontottam. Jó, még egyszer felveszük. De az többi tehát hogy nem akartok egy olyan tudod az elejétől a végén. Nem, ezt meg kell csinálni. Csak részekben. Nem, ezt nekem is. Ne igyál bele a teába, legyen ez egy ilyen, ilyen zacióslásszerűség. Tehát, jó, tehát nézd el bele és kész. Tehát ne érdekeljen, tehát őt már téged nem érdekel. Abszolút, te csak a teával foglalkozz, neked az a dolgod. Jó? Tehát ők dumálnak, te teázol. Ő meg figyeli őket, mert végül is ő van megtámadva. Olyanok ezek a... Igen. Jó, de nem mosolyogjál bele, tehát olyanok ezek a... és lemegy. Jó? Tehát elmélázol, olyanok ezek a... Éppen ott, különös élességgel gondoltam vissza Oroszországra, és különösen a falura. Olyanok ezek a... Jó! Csapó 14! Hozzon össze velük, grófnő! Az Isten szerelmére feltétlenül hozom össze egy ilyen asztalt táncoltató szellemmel. Jó, akkor csapó 15 jön majd. Tehát akkor csapó 19. De a lehetőséget sem fogadja el. Miért? Feltételezzük. Nem az a létre kellett volna? Nem. Bocsi. Jó, nem az elejétől, mondtam, hogy az ő cuccosától megy. Tehát csapó 20! De a lehetőséget sem fogadja el. Miért? Feltételezzük, van elektromosság, pedig nem ismerjük. Akkor hát miért nem lehetne valami új erő, amelyet a tudós... Nem! Igen, a spiritisták azt mondják, nem tudjuk miféle ez az erő, de az erő megvan, és ilyen is ilyen körülmények között hat. Hát akkor a tudósok, tessék, fedjék föl, mi ez az erő. Így hát, nem láttam be, miért nem láttam valami erőhang. Azért, mert az elektromosság akárhányszor gyapjár gyantul. Jó. Nem tudom kimondani, na. Nem. Tudok felvétel. Nem tudom, 24. 22 volt, 23. És? Háj, életlen ez a vacak. Jó, gyere! Beszéljetek! Kop-kop! Ismertessem össze magukat. Konstantin Dimitrics öl. Bocsánat. Idén télen úgy rémlik egy ízben együtt kellett levédelni. Azt a jó ennyit. Sokadik.
csapó. El kell magyaroznak a végét. Jó, 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 na, jó, 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 jó. Akkor mondja azt, hogy csapó 37. Jó, te mondja. Csapó 37, 51. Jobb lesz, ha megyek. Igazán, már is, pedig most következne az érdekes rész. Benne vagyok, kacban. 56. Jövő héten lesz a nagy bárból valami tükkorra. Remélem, ott lesz. Milyen napján felelődik a szakasztok? Nem, hogy lehajoltok és így fogjátok az asztalt, nem emelitek még. Úgyhogy oda... Felvétel 57. Jövő héten lesz a nagy bár. Remélem, ott lesz. Hozzátok ki! Nem, az... Akkor tudjuk, hogy baj van. Ne, emeljétek! 59. Jövő héten lesz a nagybán. Remélem, ott lesz. Jó. Gyerekek, nem tudom, mi történik, de a meeting után, ahogy kiléptem, a laptopom meghalt, úgyhogy hát eddig egy egerem van. Nem tudom, mi történik itt, még sose csinált ilyet, úgyhogy próbálkozom. Hogy így van? Hát valahogy így van. És akkor... Belenevettem, nem. Ez a videó része lesz, jó, de ezt ki kell vegyem. Gattin. Jó. Jó. Tökéletes. Ott úgyis csont van. Gyopár, milyen érzés országos másodiknak lenni a bölcs diákok vetélkedőn? Jól bezumolok, hogy csak a szemed jó. Na, de milyen érzés másodiknak lenni? Gyopár. Jó. Azt mondja, jó, de kicsit fejtsd ki, milyen érzés volt, mit tudom én, megtanulni, mit tanultál? Nem tanultam semmit, Anna Kareninát olvastam. És az milyen érzés volt? Mennyit kínlódtál vele?
Volt olyan, hogy ilyen 5:30-kor felkeltem, és ilyen 10-kor feküdtem le, és egész nap olvastam. Ekkor sikerült egy nap 120 oldalt olvasom. Nagyon lassan haladtam azzal a hülyekönyvvel, de helyes, itt volt Bertit. Te vagy a nemzet hőse, hello. Muszki, milyen érzés volt? Muszki, amúgy az a baj, hogy pont úgy állsz, hogy nem látszik az arcod a fény miatt. Na jó, nem menj tovább, jó van ez. Milyen érzés volt részt venni ebben az egészben, és közelebb jövök, nem fogsz hallatszani? Nagyon jól esett. Igen, és milyen voltam úgy ennyi zenét végighallgatni, csak azért, hogy egy darab kérdés legyen benne az egész az az első 16 perces zene. Az kirázott a hideg. Ennyire rossz volt, ugye pár sarab. I didn't even say a word. Éppen azért mondom. Na jó, és amúgy milyen érzés volt az, hogy ezt csak így zoomon tudtuk megcsinálni, és nem a tévében. Jobb szeretnél volna a tévében lenni? Nem. És elagyált az öröngést. Én nem mondom, hogy jobban tudtuk öröngelni, hogy elkezdtem volna várni, ahogy is lakom a tévében, élő adásban. És egy ilyen disqualified. Helyes. Stef, Regina? Nem, várjál, ne egyszer címairól készítsünk videót, aztán rólam is figyelj. Akkor kérlek a kérdéseket. Ilyen szépen beálltál, így amúgy ilyen hátletett kézzel, mint a rossz politikus. Na, szóval milyen érzés, hogy végre ennyi idő után sikerült egy ilyen nemes helyezést elérni? Hát... És amúgy mennyire zavart a Nordstone amúgy az életed során? Hát ugye ez a Nordstone. 24 órában 26-ot, de annyira nem volt necces. Na. De én úgy érzem, hogy érdemes volt benevezni a versenyre, még amúgy tanultam azért, sokszor elátkoztam azt a pillanatot, hogy sokszor elátkoztam azt a pillanatot, amikor azt mondtam Reginának, hogy jó, benne vagyok, de nem, de végül aztán azt mondom, hogy jó, már jó élmény volt. Szóval is melyik volt a kedvenc részed? Kedvenc részem? Csak az ideiről, tehát hogy összesítve. Hát szerintem talán amikor felvették a Quarantine Edition, csak amikor ettük a salátát az iskában. Macarena-t csináltuk, se a salátát. Akkor még a hajunk is jó volt. Akkor még a hajunk is jó volt, igen. Én is jól néztem ki, nem így most. Jó, köszönjük szépen az interjúkat. Jól van. Milyen érzés a csapat lelkesítő szellemének és fejének lenni? Kétlem, hogy annyira lelkesítő lennék itt az egészet, a csapat csinálta önmagát, hogy ne szexített. Oké, bocsánat, sajnálom, OCD. OCD, igen. Szóval egy ritka jó csapatom volt, én szerintem ilyen csapat még nincs a mezőnben. Meg vagy elégedve velünk? Klisésen válaszolj, kérlek. Nagyon sokszor nem voltam, mert be voltam fosva, hogy most te jó, hogy most mi lesz, hogy ennyit hülyeskedik Gyopár, meg nem hajlandó visszaírni, meg nem hajlandó megcsinálni, mit kértem tőle. Hé, most időben megcsináltam. Jó, igen, de aztán rájöttem, hogy igaz, hogy tavaly... Igaz, hogy kicsit úgy szétesettem volt a csapat, viszont arra szükség volt, hogy idén jobb legyen, mert idén nagyon jó volt a csapatunk, és minden nagyon ügyes volt, és mindenki nagyon sokat dolgozott, és nagyon úgy beszélek, mint egy RMDSZ-es politikus, hogy jó. Ez a lényeg, hát támogató, tesó. Így van, tehát ők voltak a versenyszervezők, hogy köszönjük a hazának. Oké. Szóval, ja, és amúgy, ja, nagyon menő volt a filmezés, nagyon jók voltak a videók amúgy, és nagyon örvendek, Sajon hogy így összeállt a csapat, és hogy ez így minden összejött, szóval. Ja. Yeah. Nem tudjuk, hol a máj! Minden jó csapat oly összehangoltan működik, akár az emberi test. Ugyanígy van ez a mi, pontosabban Mikós csapat esetében is. Hadd mutatkozzunk be! Muszkáló Hanna, a csapat gondoskodó szíve. Címai Anna, aki a csapat összetartó mozgatórugója, az izomzat. És itt van Bálint Gyopár, a mindent látó szem. Krecht Hanna Regina, a csapatot irányító fej. Csak egy a baj, nem tudjuk, hol a máj. Yeah. Here we go. Got a magic potion that the market won't sell. Put a little on you, now you under my spell. Yeah. I don't need those tricks, I don't need that alchemy. Nah. I'm gonna show you something that you never did see. Ooh, ooh, yeah. Ooh, come on, let's go.
did see. Ooh, feels like magic. Megint itt a vizüllött Babilonunkban. Nos, Babilonja volt meg, vagy maga romlott el? Igazán hízelgő grófnő, hogy így észben tartja szavaimat, bizonyára nagyon nagy hatásra van magára. Hogyne? Mindent feljegyzem. Mi az, Kitty? Megint kocsajázni voltál? Igen, teljesen lefogyott az oka. Milyen rég álltam égre én is. Egyszer el kéne jönnünk velem. Nehéz igazi korcsempban megtalálni manapság. Mindenképp. Szép visszagondolni a régi szép időkre. Nem is tudod, mennyire fáj, hogy most veszek el a Hát igen, tudod. Hosszú ideig Moszkvában? Úgy hallottam, valami zemszúgyekkel volt elfoglalva, s nem maradhat itt hosszasabban. Rufnő, én már rég nem foglalkozom zemszúgyekkel. Csak néhány napra jöttem. Konstantin Dimitris, fejtse ki kérem, hisz maga mindig, mindent tud, fejtse ki kérem, mit jelentsen ez nálunk. Kalukában a parasztok és parasztasszonyok mindenüket elitták, de úgy, hogy nem fizetnek most semmit se nekünk. Mit jelent ez, hisz maga mindig úgy dicsérte a parasztokat? Bocsásson meg, Rufnő, de én ehhez semmit sem értem, és nem is tudnék hozzászokni. Hát ismertessem össze önöket. Konstantin Dimitris Levin, Gróf Alekszej Kirillovics Vronszki. Idén télen, úgy rémlik, egy ízben együtt kellett volna elvédelni. Nem váratlanul falon utazott. Konstantin Dimitris megveti és gyűlöli a városi és bennünket, városiakat. Igazán hízelgő grófnő, hogy így észben tartja szavaimat, bizonyára nagyon nagy hatásra van a állandóan falon él. Télen úgy gondolom, nalmas lehet. Ha az embernek megvan az elfoglaltsága, nem. De én magamban sem unatkozom. Én is szeretem a falut. De hát maga gróf. Remélem nem képzeli azt, hogy folyton falun éljen. Nem tudom, nem próbáltam huzamosabban. Furcsa tapasztalatom van erről. Sehol sem vágyottam úgy, a falu, ami bocskoros muzsikus orosz falvaink után, amikor anyuskámmal egy telet Nizzában töltöttem. Hisz tudja, hogy Nizza már önmagával is unalmas. Nápoly, Sorrento is csak egy kis időre szép. De éppen ott, különös élességgel gondoltam vissza Oroszországra, és különösen a falura. Olyanok ezek... Hozzon össze velük, grófnő! Az Isten szerelmére feltétlenül hozzon össze egy ilyen asztalt táncoltató szellemmel. Rendben, majd a jövő szombaton. És maga Konstantin Dimitrics? Maga hisz bennük? Miért kérdi, grófnő? Tudja, mit fogok mondani. De azért kíváncsi lennék a véleményére. Az én véleményem szerint ezek a táncoló asztalok csak azt bizonyítják, hogy az úgynevezett művelt társaság korán sem áll magasabban a parasztoknál. Ők a szemmelverésben, az idézésben, a rontásban hisznek minden... Hát meg van, nem hisz bennük? Nem tudom. Tehát amikor én magam láttam... Az öregasszonyok is azt mondják, ők látták a házimonokat. Szóval maga azt gondolja, hogy én nem mondok igazat. De nem másabb. Konstantin Dimitris csak azt mondja, hogy nem tud hinni benne. De a lehetőséget sem fogadja el. Miért? Feltételezzük, van elektromosság, de nem ismerjük. Akkor hát miért ne lehetne? Az elektromosságot, amikor felfedezték, pusztán a jelenséget fedezték föl. Bizonytalan volt, hogy honnét ered és mire képes. Századokba telt, mire arra gondoltak, hogy alkalmazzák egyáltalán. A spiritisztek meg azzal kezdték, hogy az asztalok írnak nekik, a szellemek beszélnek velük, csak azt engedték rá, hogy ez is valami ismeretlen erő. Igen, a spiritiszták azt mondják, az erő megvan. És ilyen is ilyen körülmények között hat. A tudósok hát akkor tessék, fedjék föl, mi ez az erő. De nem,
Nem látom be, miért nem lehetne. Azért, mert az elektromosság valahányszor összetörőjük a gyampjút gyantával bekövetkezik. Ez pedig nem, tehát nem is természeti jelenség. Próbáljuk ki mindjárt, profnő. A spiritisztáknak az az igyekezete, hogy csodáikat valami új erővel bizonyítják, úgy hiszem a legszerencsétlenebb dolog. Folyton szellemi erőkről beszélnek, s anyagi kísérleteknek akarják alávetni. Pedig magából azt hiszem egy kitűnő médium lenne. Van magában valami elragadatottság. Gyerünk, hercegkisasszony, kérem, próbáljuk ki az asztalokat. Megengedi? Jobb lesz, ha megyek. Igazán, már is, hiszen most következne az érdekes rész. Jövő héten lesz a nagybál. Remélem, ott lesz.